Az elviterrében a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit szoktuk bemutatni. Ezúttal viszont olyan szövegeket hoztunk, amelyeknek nincs szabatos segíteje. Én Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár történet. Elviter. A HVG újságírói tavaly végigjárták és bemutatták a 150 éves Budapest 23 kerületét. Az elviterréből is kimaradt a sokak által elfeledett Csepel története. Most ezt hoztuk el a műsorba. Tiszai Balázs írása kerület mostra című sorozatunkból. Aki nem oda valósi, az csepelt egy várándítással szokta elintézni. Nincs ott semmi. Minek mennénk oda? Nem reprezentatív, de azért eléggé reális tükörnek tűnő saját közvéleménykutatásom alapján ez az általános hozzáállás. A csepelművekről persze mindenki tud, és aki ingyen rajong is érte. Ám azon túl a 21. kerület vakfolt Budapest térképén. Való igaz, Csapel most, mintha túl hosszúra nyúló álmát aludná, és arra várna, hogy valaki felrázza az évtizedes szunyadásból. Pár hónappal ezelőtt még úgy tűnt, ez mindjárt be is következik. Csak aztán jött a kormány óriási megszorító csomagja, azon belül is lendült Lázár János kaszája, és elhullott egy sor tervezett csepeli beruházás. Köztük olyanok, melyek berúghatták volna a kerület jövőjét. Mégsem készül el a sziget északi részének senki földje dzsumbuját leváltani hivatott közpark és vizes élőhely, és nem lesz galvani híd sem, amivel megszűnik a lehetősége annak, hogy új, modern városrészek nőjenek ki a földből. Helyette új vasúti híd épül a gubacsi híd helyett, a katonai mobilitási jegyében. Nem fejlesztik sem az északi, sem a déli szennyvíztisztító telepeket. Meghatározatlan ideig el kell felejteni az evezés központot és az atlétikai edzőcsarnokot is valamint nem kap a délnyugati kerületrész sportparkot. Az északi zsilip három műemléki épületel meg felújítás helyett pusztulhat tovább. A kerület még mégsem mostanában fog felcsönömpölni. Azzal együtt azonban a szunyadó csepel is tartogat annyi izgalmat, hogy bőven megérje értük évreülni. A A történelemkönyve is vaskos. Csapjuk fel a legelején, és száguldjunk át a legfontosabb fejezetein. Csepelszigetet már az új kőkorban lakták. Része volt a Pannónia provinciát uraló rómaiak védelmi vonalának, és a népvándorlás idején hunok, germánok, avarok is megfordultak itt. A honfoglaláskor érkezett meg Árpád vezér, aki itt rendezte be nyári szállását. Télen a mai Pécs Árpád város nevű részén tanyázott. A kettő között pedig a Duna jobb partján kóricált nemzetségével. Hogy Csepel honnan kapta a nevét, arról megoszlanak a vélemények. De valahol ebben az időszakban kell keresni a megoldást. Állítólag volt Árpádnak egy sepel nevű kunlovásza. Róla ragadtált a nyári a név. A másik, nyelvészek által inkább támogatott verzió szerint a csepej vagy cseppje régies szavunk ragadt rá területre, mint kutyára a toklász. A csepej ugyanis erdős, cseri és bokros helyet jelent. Márpedig csepel akkoriban pontosan ilyen volt. Sőt, egyes részeit a mai napig Jinja dzsungel uralja. Erről később. sziget a zsengekorú Magyarországon a 11. századtól fogva egészen addig királyi magánuradalom volt, míg Budát 1541-ben el nem foglalták a törökök. Az ezután következő 150 évig tartó vendégeskedés során a sziget lepusztult. Jobbára elnéptelenedett. Csepel falu újra telepítésére egészen a Rákóczi szabadságharc végéig kellett várni. Ez 1712-ben kezdődött el, július 18-án. Ezért ünneplik minden évben ekkor Csepel napját. A restart lendülete nem tartott sokáig. Az 1838-as Pesti árvíz teljesen a földbe gyarulta az akkor még Budafokkal szemközt, a mai szabadkikötő területének déli részén álló falut. Az árhullám március 10-én ért el a szigetet. A lakosság kétségbe javította a gátakat, és emelt újakat a már meglévők mögé. Hiába. Kubinyi András történész így írt a pusztításról. Négy napos harc után végül a Duna maradt a győztes. Március 14-én a megerősített, illetőleg az új gátakat is áttörte, és percek alatt elöntötte a falut. Csepel 114 házából 106 teljesen elpusztult, és a megmaradt 8 épület is összeomlás előtt állott. A kár bizony igen nagy mérbű volt a hatóságok 94,7%-ra becsülték. Ám csodával határos módon Csepelen senki sem halt meg. A szinte teljes pusztulás miatt azonban szóba se jöhetett, hogy ugyanott építsék újra a falut. Pláne, hogy ugyanannyiba került egy árvíztől nem veszélyeztetett, magasabb fekvésű helyen felhúzni. Ez a mai Adi Endre, Kis János Altábornagy és Karácsony Sándor utca, valamint a Tellerede úttal határolt terület lett. Másfél évvel az árvíz pusztítása után már fel is épült az új Csepel falu nagy része. A régi emlékét pedig ma a Csepel Ófalu nevű város Mint említettük, itt már a szabad kikötő működik. Az új Csepelt a 19. század végén Weiss Manfred emelte fel, amikor megnyitott a gyártelepét a szigeten. Üzeme a világháborúk idején a hadsereg nagy beszállítója volt. Fesz terjeszkedett, és a dolgozók betelepülésével Csepel lakossága is rohamosan nőtt. Előbb az ország egyik legnépesebb falva lett, majd városi rangot kapott. Északi részét már 1930-ban a fővároshoz csatolták. Végül 1950. január 1-én a teljes város csatlakozott Budapesthez, annak 21. kerületeként. Az árvizek miatt épült meg az a Csepeli nevezetesség, melybe először botlunk, ha északról érkezünk a szigetre. Ez a rögtön a sziget csúcson működő is zsilip. Hogy ez megszülethessen, először majdnem meg kellett ölni a Dunát. Ez úgy sikerült közel kerülni, hogy a folyamatos árvízveszély miatt egy 1870-es törvényjel lezárták a Duna Csepeltől balra folyó ágát. Az viszont így rohamos ütemben elkezdett szaposodni. Azt sem az ötletet dicsérte, hogy a lezárással megszűnt a Duna ezen ágának hajózhatósága. Így végül kimondták, zsilip kell. Előbb a hajó épült fel 1910 és 14 között, majd 1924 és 26 között a vízbeeresztő zsilipet is megépítették. Az egész rendszert Kvassai Jenőről, a kiváló vízmérnökről nevezték el. A Kvassai Zsilip nagyon fontos. A folyamatos vízpótlás biztosításával ezt tartja életben a Ráczkevei vagy Soroksári Dunát, miközben közmondásosan öt budapestny területet véd az árvíztől. Meg persze ajtót itt az átsorgó hajók, kajakok, kenunk előtt. De nem ezért látványosság, hanem mert elképesztően csinosak az eredeti épületei. A zsilipkezelő épület, melyből a mai napig nyitják, zárják a vízikaput, egy remek állapotban megmaradt árdekó építmény. És ugyancsak nem csúnya, a tőle egy köpésre álló egykori cement kísérlet és anyagvizsgáló állomás. A kettős zsilipőrház és a zsilipmesteri épület sem. Ezek négyen annyira távol állnak a Gusztus talanton, hogy tavaly májusban műemlékké is nyilvánították őket. A három egykori szolgálati épület vasbetonkerítésével együtt. Kevésbé vidám a néhai szolgálati épületek mostani helyzete. Ezeket az atlétikai VB miatt indított területrendezéskor elvették a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóságtól, hogy sportépületet, öltözőt, büfét csináljanak belőle. De kifutottak az időből. Az épületekkel végül nem kezdtek semmit, a járdát azért felszették előttük, aztán ott hagyták az egészet úgy, ahogy van. A projekt egyetlen eredménye az lett, hogy a három építmény három évig pusztult. Most a vízügyi igazgatóság visszakapja őket. Úgyhogy hallottuk, 800 millió forint körül jönnek ki a felújításuk. Ez az, amit Lázár elkaszált. Maradva a Duna ölelésében, a Kvassai Zsilip után következő attrakció dél felé a szabad kikötő, ami kis Trianonnak köszönheti a létét. Igaz ugyan, hogy a 19. század végére egyre sűrűbbé váló Dunai közlekedés kiszolgálására már nem voltak elegendők a belvárosi dokkok, és már 1896-ban Csepelt szemelték ki egy új, jóval nagyobb kapacitású kikötő létesítésére, de annak felhúzása akkor vált tényleg égetővé, amikor elvesztettük fiumét. Az első kapavágást még a békeszerződés előtt, 1919-ben ejtették meg. De az építkezés a tengerpart elvesztése után is csak döcögött, a kikötőt csak 1928. októberében tudták átadni. Csepel aztán néhány év alatt a Duna egyik legforgalmasabb kikötője lett. És végül a földközi tengeri kapcsolatról sem mondtak le. Duna tengerjáró hajókat indítottak. A tengeri úszályok forgalma ugyan 70-es években leállt, de a kikötő továbbra is az európai hajózás komoly forgalmi kereskedelmi csomópontja. Érdekesség, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum 1957-es Egyiptom expedíciójára a szabad kikötőből. Egy ilyen folyam tengeri hajón utaztak a természettudósok, akik ráadásul egy Csepel 130 kecske terepjárót nyúztak a sivatagban. Ez a hajó pedig a mai napig megtekinthető, sőt látogatható is Budapesten. Ott parkol a Szilágyi Dezső tér mólójánál. Felújítva, ma már trip hajóként üzemel. De az órán még látható az eredeti neve. Kassa. A szabad kikötő, a kvassa és zsiliptől azonban iszonyatosan kellemetlen eljutni. Ha gyalogolunk, és akkor is csak fél fokkal jobb, ha bicajjal megyünk. A zsiliptől a kikötőig a kerület gerinceként feszülő weiss úton sétálhatunk le. De itt az egyszemélyes szélességű, töredezett járda közvetlenül az úttest mellett halad. A pár centire elrobogó terautók, kamionok teleküldik az embert tüdejét kibufogó gázzal, a fülét még harsogó motorrobajjal, és még meg is löki az embert a kocsi húzat. A bicikli út már kényelmesebb menet, de az is csak egy szűk fűsával van beljebb. Ha gyalog vagyunk, mindenképpen buszozzunk. Vagy a zsiliptől akár menjünk vissza a műpa a Nemzeti Színház megállóig, és pattanjunk hévre. Jobban járunk. Ha kötött pályán közelítünk a szabad már egészen messziről szemet szúr egy monumentális, a többi közül jócskán kirívó épület. A konténer terminál brutális acél emelő szerkezetei és a feltornyozott konténerek öleléséből zordan és büszkén emelkedik ki egy raktár, fazont adva az egész kikötőnek. A 13 emeletes monstrum egyszerre elegáns és fenyegető, mint a maffia öltönybe bújt intéző embere. De az égig magasodó koszos falak és a sötéten pislogó ablakok miatt arra is asszociálhatunk, hogy biztosan itt lakik a Batman. Gumiruhás képregényhő és helyett azonban óceáni szemetes termény bújik meg a falak között. Ugyanis ez a mahart ma is üzemelő gabonatárháza. A modernista stílusú szépség 1926 és 1928 között épült Mihalik győző és hűtöldező tervei alapján. Nem kevesebb, mint 30 ezer tonna gabona fér el benne. Meg még egy gabonavizsgáló labor is. Bent a magvak mellett a por uralkodik, de úgy, hogy nem látni ki az ablakon. Cserébe a tetőről lenyűgöző panoráma nyílik Csepelre. Utóbbiakat sajna mi is csak elbeszélésekből tudjuk, mert a szabad kikötő vágányait és úthálózatát éppen felújítják. A munkálatok miatt nem mehetünk be a tárházba. Eddig csak futólag említettük Weiss Manfredot, de ő nyilván megkerülhetetlen. Csepel újra alapító atya, szuperhőse, védőszentje és a kerület legkirályabb látványosságának megálmodója. Weiss testvérével Bertoldal a lövöldet kezdte Budapest meghódítását. Itt hozták létre 1882-ben az első magyar konzervgyárat, majd néhány hónap múlva áttelepültek a Soroksári útra. 1886-tól fogva már nem csak konzervtobozokat, on-lemez szelencéket, de húskonzerveket és tölténytárakat, majd lőszereket is gyártottak, illetve lőszerek szétszerelésével és újratöltésével is foglalkoztak. Az üzem lőszengyártó részén azonban robbanás történt, és végső soron ennek lett az eredménye, hogy Weiss betette a lábát Cseper. A hatóságok ugyanis az üzemi baleset után megtiltották, hogy egy gyárban működjön a konzerves és a lőszeres iparág. Így 1892-ben a Weiss Manfred lőszergyár az akkor még finoman szólva is alul hasznosított csepelre költözött. Bertolt négy évvel később kivált a vállalkozásból és politikai pályára lépett. Ettől fogva minden üzemet Manfred igazgatott. Manfred már egyedüli tulajdonosként az 1890-es évek végére már saját kohóval, öntörével, hengerdével, majd acélművel egészítette ki az üzemet volt rá pénze, mert a gyár kezdettől fogva folyamatos megrendeléseket kapott a hadseregtől lőszerre és bakakajára. Terjeszkedése miatt Csepel falun nőtt Beköltözésekor még alig több mint 2000 lakták, de az első világháború előtt már csak a Weiss gyár 6000 főnek adott munkát. A világháború végére pedig már 28 ezer ember robotolt a nagyüzemben és gyártotta a hadi anyagot. Viszont a történelem közmondásos viharai nyilván a Cseperi gyárkomplexumot sem kimélték, melyet Weiss 1922-es halála után fiai és egyik veje vitt tovább. Hol 6 ezer fősre apadt a munkás népesség, hol 30 ezer fősre dagadt, hol polgári gyártásra álltak át, hol megint hadipari termelésre is vissza. A második világháborúban szétbombázták, a háború után gyorsan újjáépítették, és megint felbőgtek a műhelyek. Nem úszta meg az államosítást, de az sem, hogy idővel valóságos kisvárossá terebélyesedjen csepelen belül. Az évtizedek során legendás termékek gurultak le a gyártósorról. Például a ma már említett Kecske Jeep, vagy a 39M Csaba páncélautó, Békésebb célra pedig ott volt a Panoni a motor és persze a csepelbringák. Főgép a klasszikus kemping. A rendszerváltás után a gyártelep elsorvadt ugyan, de nem halt meg. Jóval kevesebb műhelyben, de a mai napig megy a munka. A szabad kikötőtől csorogjunk is le a csepelművekig, és nézzünk szét. Bármennyire is klassz a fassai zsilip, meg a szabad kikötő, a kerület fő attrakciója tagadhatatlanul a csepelművek. Amint belépünk az egyetlen, még megmaradt gyárkapun, meg csak minket a 200 hektáros gyárváros iszonyú erős, egyúttal zavarba ejtő atmoszférája. Egyrészt a komplexum a szemünk előtt szétmáló kísértett város, másrészt viszont nagyon is él. A telepen ma is több száz társaság működik, bár ezeknek csak töredéke folytatja az eredeti, fémipari hagyományt, a javarészük részük szakmailag külsős kisvállalkozás. Hollandiát leszámítva például érzésre itt lehet az egy négyzetkilométerre eső legtöbb a műhely. Bármely is kóborolunk, kettősséggel találkozunk. Még egyes műhelysorok szinte teljes hosszában látványosan megy a munka, addig vannak utcák, melyek kátyóim végig botladozva egy lélekkel sem találkozni. Ezek az igazán furcsa pillanatok, mert közben a távolban valami akkor is fest, csühög, zörömből és nyiszog. Így olyan érzés, hogy az embernek, mintha egy skanzenban járna, ahol mindenki egyszerre ugrott ki ebédszünetre, de azért a magnóban hagyták az aláfestő zajos kazettát. A telep legszebb részei nyilván a legrégebbiek. Ezek rögtön a kapu után következnek. A szűkebb sárga téglákkal és macska kövekkel rakott utcákat keresik a vakolatlan téglaépületekkel de nézzünk a lábunk elé, mert nem csak a kátyukban, de hol lebetonozott, hol csupaszon hagyott, hol gazvertes simpár is elbotolhatunk. Ezek a gyár 60 km-es saját vasútvonalának mementói. Fölfelé sem leszunk el A magasban kígyózó viseltes csőrengetegre betört üvegű emeleti ablaksorok néznek vakon, miközben a földszint zsezsek. Az önálló élvezkedő kóvágás mellett választható itt megkonstruált program is. Időszakosan vezetőfelügyelete mellett bejárhatók a gyártelep légvédelmi bunkerei. És van két dolog, amit kár lenne kihagyni, ha már itt vagyunk. Egyrészt üljünk be valamelyik gyártelepi kifőzdébe, és együnk valami zsírosat. Az adagok nagyok, a kaják különösebben nem finomak, de nem is a kulináris élvezet miatt étkezik itt a városi turista, hanem mert így kívánja a tisztesség. A másik, amit nem hagyhatunk ki, távoztunkban ígyunk meg egy sört a gyárkapu árnyékában megbúvó kocsmában, és egy szívszagatos sóly után mormódjuk az orrunk alá, hogy hát igen, hogy mi, az teljesen mindegy. Ezt is a tisztesség kedvéért. Csepelnek persze nem csak ipari létesítményei vannak. Jutott ide a természetből is. A Duna két ága közé szorulva nem is lehetne ez másként. De itt is kétféle zöld él. Az egyik kedves, hivogató, civilizált, a másik meg maga az elhanyagolt őskáosz. Az utóbbi egy egykori Weiss területen ami pedig a magyaroknak néhány évtizeddel ezelőtt pár óra erejéig az univerzum középpontjává vált. Bevezetőben már említett északkeleti sziget csúcsról van szó, ahol mégsem számolják fel a dzsumbújt, és nem lesz új közpark kacsaúsztatóval. Itt működött 1929-től az akkor már repülőgépek gyártásával is foglalkozó Weiss Manfred művek saját reptere. Mi azért vált az univerzum középpontjába 1931. március 29-én, nagyjából reggel 8-tól reggel 9-ig, mert itt szállt fel a Graf Zeppelin. A virágvasárnapi csoda a korabeli beszámolók szerint eléggé kaotikusan sült el. Ami elromolhatott, az el is romlott. A léghajó kikötésére rengetegen voltak kíváncsiak, de a szervezők nem nőttek fel a feladathoz. A tömegközlekedéssel is jól megközelíthető Mátyásföldi reptérrel szemben a Cseperihez a helyi érdekűről leszállva még 20-30 percet kellett gyalogolni. Aki megtehette, kocsival jött. Az érdeklődés viszont akkora volt, hogy a forgalom már a Boráros és a Közvágó hídon is bedugult. Mivel a Zeppelin ráadásul tervezethez képest fél órával korábban érkezett, rengeteg autós késtele a landolást. Köztük Horti Miklóssal, aki légihajóval érkező fiát sietett volna köszönteni. A kikötésre különféle becslések szerint 20-40 ezer ember zsúfolodott össze a Weiss Az új barázda című újság szerint nem túlzás, hogy voltak legalább 7-800 ezeren is. Minden esetre tömegek kísérték figyelemmel, ahogy a Zeppelin orkán erői jéghideg szél és havas eső közepette elkezdett ereszkedni az égbe. A legközelebbről azonban nem a fizető vendégek, hanem az a 250 katona figyelte a léghajót, akiket a landolás segítésére vezényeltek oda. A gráf Zeppelin ugyanis csak bizonyos szintig ereszkedett le. Aztán kidobott egy horgonykötelet, majd még a köteleket. A katonáknak az utóbbiakat kellett megragadniuk, és szó szerint le kellett húzniuk a léghajót a földre. Csak hogy húzás közben egyszer csak jéghéreg zuhany zúdult rájuk. Így emlékezett meg mindenről az esti kurír. Miközben az óriási lomhatestet a föld felé vonszolják, az egyik csőből hatalmas vízsugár lövel a kikötéssel foglaltoskodó katonák nyakába, hogy a léghajó könnyítsen önsúlyán. A váratlan tus következtében a katonák nem kért fürdőben részesülnek. A vízsugár alól azonban nem lehet elmenekülni, mert egyetlen kötél szállat sem szabad elengedni. A szegény bőrigázott katonáknak ezután sem volt megnyugvása. A tömeg ugyanis eddig bírta. Áttörte a kordonokat és előzönlötte a zeppelint. Olyan nagy volt a tolongás, hogy a mentőknek 34 esetben kellett orvosi segítséget nyújtani a összepréselt vagy lehet a posott nézőknek. A nagy felfordulás miatt ráadásul a léghajó kapitánya idő előtt is tartót rendelt el, így két olyan utas is akadt, aki hiába vett jegyet, nem maradt a gépről. Egy valaki pedig a legutolsó pillanatban valósággal artista bravúrral kapaszkodott fel. Az új nemzeték tudósítása szerint utóbbi láttán a tömeg egyből humorista üzemmódra kapcsolt. Talán valami potya utas? Igen, induláskor vették észre és ki akarták dobni. Na, ezek a németek. Hallatlan. Ugyan kérem, a lépcsőn akart utazni, mint a villamoson. A lap szerint, miután elmúlt a csodálkozás első dermetsége, a rossz viccek balongomba módjára szaporodnak és terjednek a mezőn. Az új nemzedék tudósítója epésen meg is jegyezte, Budapesten nem is három napig tart a csodálkozás, még csak három óráig sem, csak háromszor öt percig. A Csepli Reptörből már szinte semmi sem maradt meg. Az észak-keleti csúcson később bolgárkertészek kertészek zöldséget, majd eperföldeket műveltek itt. Aztán átadták a területet az enyészetnek. A most elkaszált közpark Wetland projekt előtt is próbálták már hasznosítani. 1990-ben még magas házakat álmodtak ide, rá is ragadt a tervekre a Csepel City és a Csepel Manhattan elemezés. 1993-ban környezetvédelmi parkot terveztek, az ezeret fordulón pedig vízivárost. Minden terv dugába dölt, és a sziget leginkább a 2011-es horrorisztikus hajléktalan gyilkosságok miatt került a hírekbe. Az egykori Weiss reptérből a mostani senki földje Gasztengerben két illegális szemétlerakó között még felderenk pár régi betonfolt mutatóban. És megvan még a hangradar is. Utóbbi egy két embernyi magas betonfülke, és egy letűnkor mementójaként turisztikai látványosságnak se lenne utolsó. A terület rendezéséig viszont senkinek sem ajánljuk a felkeresését. Mi délről a térkép szerinti ösvényt követve céloztuk meg, de a kisduna sort ember magasan nőtte be a dzsindzsa. Egy darabig a sást félrehajtogatva lehet benne haladni, de egy idő után bozót is kell hozzá. Ha pedig letérünk a zöld függönyé alakult ösvényről, és a környező erdő sűrűjében próbálunk szerencsét, csak újabb szomorú szemét lerakatokba botlunk, sok csalán, tüske és bogáncs között. A szigetcsúcs csúcs ezer része továbbra is úgy látványosság, hogy az üres kapura kiadott zicser az. Ha mindenáron áron mozgó akarunk játszani a szúnyogokkal, akkor ezt sokkal kellemesebb módon is megtehetjük a kerületben. Például a 2008-ban tragikusan fiatalon elhunyt kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok Kenusról, Kolonics Györgyről elnevezett sétányon ahol a Dunaparton lépcsőzetesen kialakított ücsörgőn kultúrát körülmények között etethetjük a vérszívókat. Aki pedig bicajjal érkezik, azt olyan bringa út várja, mely tágassága néhai geniális kenusunk hátának szélességével vetekszik. A sétány a Gubacsi hídtól halad dél felé, 5 km hosszan, a Ráckevei Dunapartján, egészen a hollandi úti buszfordulóig. Nincs telerakva fröccsözővel, lángosozóval, ez nem a római part, elemen sok hattyú és vadkacsa cirkál a vízem. És ha még inkább természetben látok, a sétányról a kis Duna öböl is áttérhetnek. A kis öböltől pedig csak egy béka van a Tamariska domb, ahol szintén remekül fel lehet tölteni a zöld akkumulátorainkat. A 2012-ben természetvédelmi területnek nyilvánított bucka nem csak azért különleges, mert több állata, növénye endemikus, tehát csak itt élő faj, hanem azért is, mert a domb alá a két világháború között bunkert ástak. Ez ma már Csepeli Büszkeség pont néven múzeum, bárki látogathatja, de nem lehet csak úgy beesni. Előre be kell jelentkezni a Király Erdei Művelődési Háznál, hogy kinyissák. Csepel nem a világ közepén, és valószínűleg soha nem is lesz az, de attól még simán jó hely. De az is igaz, hogy a kerület emlékei között poloszkában nem lehet elvonatkoztatni a meg nem valósult ígéretektől. Talán egyszer valami tényleg felkelti a szunyadásból. Addig gyönyörködjünk a tányérünk alján összegyűlt pörkölt valamelyik gyártelepi kifőzlében ücsörögve. Ezt a cikket hoztam ezen a héten Elviterre. A kíváncsi más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HBG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel most vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.